Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója február 15-én pénteken. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Megnyílt! Az elmúlt 10 év zalai leleteinek legszebb darabjai láthatók a múzeumba érkezett vándorkiállításon. A tárgyak 8000 évet ölelnek fel. Randi sorozat. A szerelmesek padjának avatásával kezdődött az idei csókos kalandtúra. A programmal a házasság hetéhez kapcsolódtak a szervezők. Öltöz pirosba. Kanizsai diákok is csatlakoztak az első magyarországi gyermekhospice házat támogató akcióhoz. Most pedig a részletek és további híreink. 8000 évet mutatnak be azok a leletek, amelyeket a Túri György Múzeumban láthatnak az érdeklődők. A zalaegerszegi Göcsei Múzeum vándorkiállítása az elmúlt 10 év zalai feltárásainak legérdekesebb régészeti leleteiből ad látványos válogatást. A tárlat a megyeszékhely és Keszthely után érkezett Nagykanizsára, és április 14-ig lehet megnézni. Bár a régészet valójában csendes, alázatos tudomány, de néha kaland és szenzáció is. A Túri György Múzeum legújabb kiállítása igazi kuriózum a történelem és a múlt iránt érdeklődőknek. Mint arra a Humán Bizottság elnöke Balog László is rámutatott, ezeket a leleteket az elmúlt 10 évben találták a régészek Zalában. A korábban csak szakmai berkekben ismert anyagot 2016-ban mutatták be a megyeszékhelyen. A kiállításban az őskor, tehát a neolitikumtól egészen a törökkorig bezárólag próbáltunk meg olyan érdekességeket bemutatni, ami egy-egy korszakot jól jellemez. A látogatók olvashatnak a késő neolitikum titokzatos építményeiről, a körárkokról, de megnézhetik a 2015-ben megtalált oltárci kincslelet legszebb darabjait és egy szarvasáldozat rekonstrukcióját is. A rómaiak előtti időszakban vagyunk, Krisztus előtt 100 környékén, és megfigyelhető ebben az időszakban több Keszthely környéki lelőhelynél, hogy szarvas áldozatok, gímszarvas áldozatok kerülnek elő, szarvas bikát áldoznak fel borjával együtt. Az áldozattal a szarvasisten Kernunnosz előtt tisztelegtek, aki az élők és a holtak világa közti átjárást felügyelte. A kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozásokat is szerveznek, a gyerekekre egyebek mellett keresztrejtvények és színezők is várnak majd. Most építjük fel azokat a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyeket tényleg minden korosztálynak, óvodás, általános iskolás, középiskolásoknak készítünk. Tervezzük egyébként múzeumi esték keretében az egyes régészeti korszakokat megvilágító előadásokat. A Körárkoktól a kőfalakig című tárlat április 14-éig lesz látható Nagykanizsán, utána a tervek szerint más megyékben folytatja vándorútját. Felavatták a szerelmesek padját az Erzsébet téren, ezzel pedig elkezdődött az idei szerelmes kalandtúra. A résztvevő párok keringőztek is a téren. Valentin napon indult a randevús kalandtúra. A sorozattal a házasság hetéhez kapcsolódnak a szervezők, akik már második alkalommal rendezik meg a programot. Legfőbb céljuk, hogy a kapcsolatban élők nap mint nap tegyenek a párjukért és mutassák ki szeretetüket. A mai világban nagyon szétsodódnak a párok egymástól, rengeteg házas pár válik el, rengeteg kapcsolat megy tönkre. És ennek nem kéne így lennie. Mi tudjuk, mi 29 éve élünk boldog házasságban, és mi tudjuk, hogy ezért tenni kell. A különböző helyszínekre szervezett randevúk és feladatok segítenek a pároknak kiszakadni a hétköznapokból. A résztvevőkre romantikus, vicces és sportos programok is várnak. Azt gondoljuk, hogy ez a fiúknak is egy külön üzenet itt, ez a szerelmes kalandtúra, mert ebben az egy hónapban, vagy kicsit több mint egy hónapban olyan feladatokat fognak teljesíteni a párok, ahol a fiúk tulajdonképpen udvarolhatnak a lányoknak, úgyhogy egy kicsit újra tanuljuk az udvarolást mi férfiak, mi férjek, és hát az lenne a jó, az lenne a kívánságunk, hogy ez folytatódna majd az egy hónap után is. A tegnapi program elején avatták fel a szerelmesek padját az Erzsébet téren. Az ötletet a város önkormányzata is támogatta, a padot pedig Szűcs Imre plébános áldotta meg. Szent Valentin, a szerelmesek pártfogójának napján arra kérünk, hogy az ő hathatós közbenjárásával és a mi szolgálatunk által szentelt és áld meg ezt a padot.
Az idei kalandtúrára sok pár jelentkezett. Van, akiket a nyeremény is motivál, ehhez azonban a feladatok legalább 70%-át kell teljesíteni. A közösségi portálon láttuk a hirdetést, hogy lesz ez az esemény is, illetve egy kalandtúra is, és valójában az érdekel bennünket, azon szeretnénk részt venni a nyeremény miatt első körben, illetve azért is, hogy mennyire tud ez bennünket még közelebb hozni egymáshoz. A kanizsai programsorozat március 20-áig tart. Az élményeken és a még szorosabb összetartozáson túl wellness hétvégét is lehet nyerni. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Tolfosztás. Már harmadszor elevenítette fel a régi szokást a Mamik hagyományőrző dalkör. A Voke Kodály Zoltán Művelődési Ház pedig ezzel a programmal csatlakozott a Kultúrházak éjjel-nappal országos akcióhoz. Szép magyar beszéd. A versenyen résztvevő általános iskolás diákok megőrzik a legnagyobb kincs, az anyanyelv szépségeit. Folytatódik. Újabb zalai termelő mutatkozik be a borkultúrát népszerűsítő programsorozata. Tollat fosztott a Mamik. A hagyományőrző dalkör harmadik alkalommal rendezte meg vidám, közösségépítő programját. A Voke Kodály Zoltán Művelődési Házban megtartott rendezvény egyúttal a Kultúrházak éjjel-nappal országos akció egyik kanizsai állomása is volt. Messzire szállt a nóta szó, és szálltak volna a tolpihék is, ha a Mamikon múlik. Ám a csoport férfi tagjai kártyázás közben azért arra is figyeltek, hogy ne legyen baj. A hagyományőrző dalkör harmadszor elevenítette fel a régi téli esték egyik legnépszerűbb elfoglaltságát. Valaha az eladó sorban lévő lányok staffírungjába, dunyhába, paplanba került a pihéktől megtisztított toll. Innen a szomszéd községekből Sújdru, Sandru, tehát azért, ahol vannak még falun libák, kacsák, és azért vannak köztünk, akiknek vannak ott a rokonaik, és akkor összegyűjtik a tollat, ilyenkor mi meg kifosszuk nekik, és készen adjuk vissza. A tollfosztás még ma is remek közösségépítő program, amellyel a házigazda intézmény a Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozat csatlakozott több száz másik kulturális központtal egyetemben. Szeretnénk megmutatni mindannyian, hogy milyen gazdag kulturális élet zajlik intézményeinkben. Hogy nem csak ünnepnapon, hanem hétköznap is kemény munka, de minőségi kultúra várja a hozzánk látogatókat. A 2019-ben minden nap értéket adunk mottóval fémjelzett rendezvénysorozatot 13 éve indította útjára a Magyar Népművelők Egyesülete, hogy minél többen legyenek részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Várják a jelentkezőket a pedagógus díszdiplomák igénylésére. Az elismerést azok a nyugállományú pedagógusok igényelhetik, akik 50-60, 65-70 vagy 75 éve kapták meg diplomájukat. A város minden év őszén díszoklevéllel köszöni meg a pedagógusoknak a pályán eltöltött éveiket és a kiemelkedően végzett munkájukat. A kérelem benyújtásának határideje március 1-e, az igényléshez szükséges nyomtatványok, valamint a részletes felhívás a város honlapján érhető el. Az igénylést is lebonyolítja hivatalunk. A képző intézményekhez, a felsőoktatási intézményekhez elküldjük azokat a kérelmeket, amiket itt a díszdiplomás pedagógusok leadnak nálunk. Ezeket a kérelmeket március 1-ig lehet leadni a humán osztály humán igazgatási csoportjánál. Magát a nyomtatványt, amin kérni kell, pedig a város honlapján megtalálhatják az elektronikus dokumentumok között. Kanizsai diákok is pirosba öltöztek a pécsi Dóri házért. Idén is csatlakozott a Péterfi iskola a Szememfénye Alapítvány országos akciójához. Ennek keretében a résztvevők nem csak együttérzésüket fejezik ki a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyerekek iránt, hanem adakoznak is. Az Öltöz Pirosba kampány résztvevői ma országszerte 200 forintos felajánlásokkal támogatják Magyarország első gyermekhospice házát, a pécsi Dóri házat. Az intézményt a Szememfény Alapítvány működteti, a szervezetet segítő kezdeményezéshez a Péterfi iskola már 8-szor csatlakozott. A mai napon a gyerekeknek minden szünetben lehetőségük adódik arra, hogy ezeket a 200 forintos adományokat egy piros kis dobozban elhelyezzék, és a nap végén összegyűjtjük,
és aztán a héten postázásra kerül az alapítvány részére. Az iskola mintegy 350 diákja vett fel ma valamilyen piros ruhadarabot. A Szemenfény Alapítvány támogatását a tanulók is fontosnak tartják. Ezen a napon azért öltözünk minden gyerek pirosba, mert ezzel fejezzük ki az együttérzéseinket a beteg gyerekek iránt. Nagy Kanizsán a BLG gimnazistái is támogatják a nemes ügyet, de az akcióhoz minden évben rengeteg cég és baráti társaság is csatlakozik. Megőrzik a legnagyobb nemzeti kincs az anyanyelv szépségét a diákok. Tegnap tartották a Szép Magyar Beszéd elnevezésű verseny területi döntőjét. A megmérettetést már hagyományosan a Hevesi Sándor Általános Iskola szervezi. Verseket, prózai szövegeket adtak elő a diákok a Hevesi iskolában. A verseny célja, hogy megőrizze a szép magyar beszédet. Nagyon fontos intézményünk számára a magyar nyelv és a magyar beszéd ápolása. A gyerekek sokszor már rutinos visszatérőként vannak itt nálunk, de vannak új amatőr gyerekek, akik szívesen vesznek részt ezen a megmérettetésen. A rutinos versenyzők táborába tartozik a szervező intézmény 8. osztályos tanulója, Horváth Anna is. 5. korom óta veszek részt ezen a versenyen, én igazából édesapám nyomdokaiba szeretnék lépni, mert ő is egy Kazinczy díjas ember, és én személy szerint nagyon szeretek olvasni, nagyon sokat is szoktam olvasni, és nekem ez nagyon fontos. A betegségek miatt a megszokottnál kevesebb versenyző volt az idei megmérettetésen, azonban a pedagógusok nem csak a versenyre való készüléskor, hanem a mindennapokban is igyekeznek a szép magyar beszédre tanítani a diákokat. Folytatódik a Borozzunk elnevezésű, a borkultúrát népszerűsítő programsorozat. A következő rendezvény a Lébőgy jegyében telik. Az eseményen egy 19 éves múlttal rendelkező zalai pincészetnedűit kóstolhatják meg az érdeklődők. Részletes információ a szervező egyesület közösségi oldalán található. A bőti időszak előtt lesz ismét egy Borozzunk rendezvényünk március 1-én, ez egy pénteki nap, 6 órakor, délután 6 órakor várjuk az érdeklődőket. Ez alkalommal a bussai pincészet fog bemutatkozni, és az ő 6 tételes borához párosítunk sajtterméket és egy sajtválogatást. Azt gondolom, hogy egy közel 30 fős csapattal ismét egy élményben lesz majd része az érdeklődőknek, és megkóstolhatják mindazt, amit egyébként a zalai borok tudnak majd biztosítani. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Megnyílt! Az elmúlt 10 év zalai leleteinek legszebb darabjai láthatók a múzeumba érkezett vándorkiállításon. A tárgyak 8000 évet ölelnek fel. Randi sorozat. A szerelmesek padjának avatásával kezdődött az idei csókos kalandtúra. A programmal a házasság hetéhez kapcsolódtak a szervezők. Öltöz pirosba! Kanizsai diákok is csatlakoztak az első magyarországi gyermekhospice házat támogató akcióhoz. És a végére egy közlekedési információ. Hétfőtől félpályás útlezárás lesz a Csengeri úton a Zrínyi utcai kereszteződésben. A március 31-éig tervezett korlátozás felváltva érinti majd a forgalmi sávokat. A lezárásra a Zrínyi utca felújítása miatt van szükség. Jövő héten további útszakaszok és járdák felújítása, közművek rekonstrukciója is megkezdődik a városban, így a Pivári utcában a Ráckerti gyalogjárdánál a Sugárút, Rákóczi és Királyi Pál utca közötti szakaszán is korlátozásokra kell számítani. Az Ipari Parkban pedig a Vámház utcai járda építése folytatódik. Ez volt a Kanizsa TV híradója február 15-én, pénteken. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!